20 évvel ezelőtt lépett életbe a gyermekvédelmi törvény hazánkban. A jubileum alkalmából konferenciát szerveztek a Városházán. A megyei gyermekvédelmi napok pedig a nevelőszülők napjával folytatódott kedden. Tudom, az ember mindig többet akar, és egyszerű feladni, mint elérni azt hamar. Saját versével köszöntötte nevelőanyját Barkóczi Viktória. Nem véletlenül, hiszen a gyermekvédelmi központ mai rendezvényen róluk, a nevelőszülőkről szólt. Fejér megyében az állami gondozott gyerekek több mint 70%-a nevelőszülőknél él. Közel 200 családban több mint 600 fiatalról gondoskodnak ebben a formában, hívta fel a figyelmet a kormányhivatal főigazgatója. Petrin László hozzátette, néhány éve a nevelőszülőség munkaviszonynak számít, de aki befogad egy gyermeket, az annál sokkal többet vállal. A kormányzati szándék szerint 2014. január 1-től a nevelőszülői tevékenység munkajogviszony keretében végezhető, az állam ezen is támogatni és honorálni kívánja az áldozatvállalást, amelyet önök nevelőszülő gyermekek nevelése érdekében kifejtenek. De mégis, ha megfogalmazok és veteszek magunkban a kérdést, hogy melyik az erősebb kötelék, a vérszerinti kötelék vagy a lélekszerinti kötelék, akkor azt kell mondanunk, hogy ha csak a vérszerinti kötelék van jelen a gyermek életében, és nincs benne a lelkutatos, a lélekszerinti kötelék, akkor az egy, ha nem nagy húzással ezt mondhatom, hogy ez olyan, mint egy félkarú óriás. És önök azok, akik a lélekszerinti köteléket mondják ezeknek a gyerekeknek, akiknek a vérszerinti kötelékük ideglenesen megszakad, vagy ne adj Isten, van olyan eset is, amikor ez véglegesen elszakítással kerül. Szoktam úgy fogalmazni, hogy a nevelőszülői hálózat vagy a családfotó tevékenységet tud be. Nekem ez a kifejezés nem tetszik, még akkor is, ha esetleg szakemberek ezt használják. Tehát ha valami pótlok, az bocsánat, nagyon vulgáris hasonlat ér, de a pótlás az olyan, mint a citromait a citrompótból, nem igazi. Én inkább azt mondanám, hogy a nevelőszülők nem pótolnak valamit, hanem helyettesítenek valamit, és sokszor sokkal többet tudnak adni, sokkal többet tudnak nyújtani a lélek szerinti kötelék erősítésével, mint amelyre a gyermekek a vér szerinti kötelékben hozzájuthattak és megkaphattak. Ezért aztán valóban minden túlzás nélkül és nem kötelező udvariasságként mondom, hogy minden nagy a becsülésem önöké, azoké, a nevelőszülőké, akik ebben feladatot vállalnak, és nem csupán az anyagiak miatt, hanem inkább amiatt, mert úgy érzik, hogy egyfajta lelki elköteleződéssel teszik ezt a tevékenységet. Sőt, azt is hozzátehetem, és hozzá kell tennem, hogy talán tudtukon kívül egy nagyon régi és mély gyökerű bibliai gondolatnak a beteljesítését is megvalósítják, mert ha szabad idehoznom egy idézetet Márk evangéliumából, ott ugye elhangzik egy üzenet, amikor Jézus egy kisgyermeket magára állít, és azt mondja, hogy aki egy ilyen kisgyermeket befogad, az én nevemben az engem fogad be. Óriási lelki jelentősége van ennek az üzenetnek, mert befogadásról van szó. Hát nyilván nem a vérszerinti szülőkről beszél, nem azokról beszél, akik családjukban nevelkednek, mert őket nem kell befogadni, hiszen ők oda születtek. A befogadás mindig egy kívülvaló kötelékre történik, és ez a befogadás az önök részéről azt a lelki teljességet adja és nyújtja a gyermekeknek, amelyekben hiányt szenvedtek. Én kívánok az önöknek nagyon sok erőt, nagyon sok kitartás, lelki elkötelezettséget. A nevelőszülők napján a megyei gyermekvédelmi központ vezetője köszöntötte a résztvevőket. Ebben az esztendőben is átadták az elfogadás díjakat. Három áldozatos szolgálatát hosszú ideje végző nevelőszülő Csóriné Lizák Anikó, Mészáros Lászlóné és Tróbő Marian kapott ilyen elismerést. Nagyon sok nevelőszülővel hosszú idő óta, hosszú évek óta dolgozunk mi együtt ezen a területen. A nevelőszülői területnek a sajátossága az a folyamatos megújulás, az a folyamatos változás, amelynek a folyamatában vannak, akik elköszönnek, mert teljesítették szolgálatukat, küldetésüket, és jönnek az újak.
És hát vannak, akik pedig még aktívan teljesítik a küldetést ebben a foglalkoztatási jogviszonyban, amelynek igazából azt gondolom, hogy mindannyian nagyon örülhetünk 2014 óta. Engedjétek meg, hogy külön tisztelettel és szeretettel köszöntsem a sorok között ülő, nem a mi intézményünk alkalmazottaiként jelenlevő érdeklődő szakembereket, akik a szociális szakterületről vagy más megyék hasonló területéről érkeztek és fogadták el meghívásunkat. Igazából én azt gondolom, hogy nevelőszülőnek lenni és a nevelőszülői hivatás az egy semmi máshoz, semmilyen más tevékenységhez nem hasonlítható szolgálat tevékenység. Miért is gondolom ezt? Azért, mert hogy önök kinyitják az ajtajukat, a családjukat, a karjukat, egy önök által teljesen ismeretlen, nem is sok esetben több gyermek előtt, és befogadják őt, elfogadják, teremtenek egy olyan szeretetteli légkört a számukra, amely alapot jelent a további együttműködésre, a további munkára, amiben megnyílik a lehetőség a gyermek formálására, felépítésére, a szocializációs deficitek csökkentésére, a szeretet orvoslásra. Önök mintát, példát is nyújtanak a család, a jó család jó működéséről, anya-apa mintát nyújtanak a gyerekek számára, amelyet bizony sajnos el kell mondani, hogy sok esetben otthonról nem hoznak magukkal, vagy amit hoznak magukkal, azt ki kell törölni, vagy korrigálni kell, és be kell mutatni azt a helyes mintát és példát, amit magukkal véve, átsajátítva, majd a saját önálló életükben is alkalmazni tudnak. Gyakorta a mindennapok során mi komoly problémák, munka kapcsán találkozunk egymással. Amikor kellően gondterheltek is vagyunk, és kellően aggódunk, hogy vajon jó megoldási lehetőségeket tudunk-e találni, mutatni egy-egy probléma megoldásában. A mai nap az másról szól. A mai nap egy kicsit az ismeretek bővítéséről, másrészt pedig azt gondolom, hogy egy kicsit a tiszteletről, a megbecsülésről, az elismerésről. Mert hogy ez utóbbira és az ismeretbővítésre is igen nagy szüksége van az embernek, a szakembernek. Hiszen mindannyian sikerorientáltak vagyunk. A munkánkban azt szeretnénk, hogyha a mi törekvéseink eredményesek tudnának lenni, ami az önök esetében és nekünk szakemberek esetében is, de az, hogyha a gyermeknek a további életének az alakulásához pozitívan tudunk hatást gyakorolni és segítséget tudunk nyújtani. A gyermekvédelmi törvény 20 éve lépett életbe, ezt ünnepelték a Városházán. A jogszabály azt a célt szolgálja, hogy a nehéz sorsú gyerekek valódi esélyt kapjanak. Ezt már a Székesfehérvári Család és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője mondta a konferencián. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb eleme az az, hogy egy személyes szociális szolgáltatást is tartalmaz. Így nem csak hatósági gyermekvédelmi intézkedésekkel, ha úgy tetszik, nem csak határozatokkal, végzésekkel operál, hanem emberközelévé teszi ez a törvény a szolgáltatást azzal, hogy egy segítő szakember, egy családsegítő, egy esetmenedzser, vagy korábban egy családgondozó is dolgozik, aki a családban a szülőnek akár tanácsot ad, akár segít, akár csak ott van mellette, akár egy jó szóval, akár bármilyen segítséggel, de tud egyfajta pluszt, egyfajta emberi vétet pluszt tenni gyermekvédelem mellé. Azt gondolom, hogy a két évtizedes jubileum az egy ünnep. Egy ünnep a szakma számára, és egy ünnep az intézményünk számára is, és minden dolgozónk számára, és mindenképpen szerettük volna megünnepelni azt, hogy két évtizede ez a rendszer működik, és azt gondolom, hogy egyre jobbá, egyre tökéletesebbé válik a módosítások által, így azt gondolom, hogy ma helye volt annak, hogy ezt megünnepeljük. Ezen a konferencián azt gondolom, hogy egy nagyon széles réteget tudtunk megszólítani. Egyrészt már az, hogy itt egy koronázó város dísztermében közösen a fenntartónkkal szervezzük ezt a rendezvényt, régi kollégáinkkal, jelenlegi kollégáinkkal, azt gondolom, hogy az ágazatirányítás jeles képviselőivel és a szakma krémjével azt gondolom tartjuk ma ezt a rendezvényt.
A szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár beszédében hangsúlyozta, a kormány mindent megtesz azért, hogy érvényesüljenek a gyermekek jogai. Nyitra Imre emlékeztetett többek közt a bölcsődei hálózat fejlesztésére és a kötelező óvodai rendszerre, valamint az állami gondozásban élő gyerekek érdekében végzett változtatásokra. Ezt nagyon nehéz lenne összefoglalni, mert 20 évben a változások is benne voltak természetesen, de az állandóság is, hiszen akkor jó egy jogszabály, hogyha annak vannak állandó részei. Ilyen például ennek a jogszabálynak egy elmügyi igazgatásról szóló része, hiszen egy kiszámítható, jogbiztonságot garantáló joganyag, az mindig jobb, mint egy gyorsan változó. A változások inkább azon a területen következtek be, ahol reagálni kellett a társadalmi változásaira, hiszen ha ránézünk a gyermekvédelmi ellátórendszer kihívásaira, akkor ma egészen mások, mint 20 évvel ezelőtt voltak, hiszen közben egy technikai, technológiai robbanás is bekövetkezett, egészen más világban élnek mondjuk a mai gyerekek és a fiatalok. De számos olyan intézkedés is történt, ami megváltoztatta ezt a képet, hiszen ne felejtsük el, hogy ma már 12 éves kor alatt nevelőszülői hálózatokban kapnak befogadást a gyermekvédelmi gondoskodásban a gyerekek. Ne felejtsük azt el, hogy a tavalyi esztendőben átalakult a gyermekjóléti rendszer, hiszen az addigi 48 helyett 197 család- és gyermekjóléti központban dolgozhatnak a kollégák azon, hogy a gyermeki jogok érvényesüljenek, és azon, hogy a gyermekeknek jobb legyen az élete. Várható a következő időszakban hasonló változás, vagy most már sikerült a kormányzati célt elérni? Természetesen túlságosan elégedettek soha nem lehetünk, de a célok nagy része, amelyek a szervezeti átalakításokat célozták, azok megtörténtek, azok azt gondolom, hogy most már egy stabilitás irányába kell, hogy mutassanak. Amin változtatni kell, és ami egy következő időszaknak a nagy kihívása, az az ágazatban dolgozók megbecsülésének az emelése, hiszen elkezdődött ugyan egy bérfelzárkózás, de ez korán sem elég, hiszen ugyan 13-hoz képest 62%-kal emelkedtek az átlagbérek, de még messze elmaradnak, nem csak az uniós, de még a hazai átlagkeresetektől is, ezt mindenképpen a fejlesztendő területek közé kell sorolnunk. A másik pedig általában a szakma megbecsülése, hiszen ma is még elég sokan tétován vagy ismeretek nélkül néznek rá az ágazatunkra, és ez nem jó, hiszen minél több ember, ha tudja azt, hogy egy egészen kiterjedt, jó minőségű, nemzetközileg is értékelhető gyermekjóléti, gyermekvédelmi hálózat működik Magyarországon, az valószínűleg azért a többségi társadalomnak, azoknak az embereknek, akiknek az adójából fenntartatik ez a rendszer, ők is kell, hogy lássák, hogy ez működik. Én azt gondolom, hogy a kollégák megbecsülése az csak úgy várható el, hogyha ez minél szélesebb körül. Székesfehérvár országgyűlési képviselője beszédében elmondta, a kormány számos intézkedésének középpontjában a gyermekek és a családok védelme áll. Az önök munkája és szolgálata, ami azt gondolom 7 napból 7 nap munka és szolgálat, és 24 órából igazán 24 óra munka és szolgálat. Ennek munkának és szolgálatnak lehetnek nehéz pillanatai. Gyermekeken, nehéz helyzetben lévő gyermekeken, nehéz élethelyzetben lévő családokon kell segíteni, és ez az ember lelkét próbára tévő munka, szolgálat és feladat. De ha sikerül segíteni, ha sikerül mosolyt csalni a gyermek harcára, és sikerül a családok életét újra jó irányba terelni, akkor azt gondolom, hogy nem csak az ember lelkét próbára tenni, hanem az ember lelkét felmerülő szolgálat és az emberként. Szeretném megköszönni mindannyiunknak, az elmúlt 20 évben itt dolgozóknak és szolgálatot teljesítőknek, az a felelősség teljes munkát és szolgálatot, amit a Székesfehérvár gyermekek és családok érdekében végeztek és végeznek ma is, és a további munkájukhoz kívánok sok-sok erőt és sok-sok örömet is. A konferenciát a város alpolgármestere nyitotta meg. Születettem volna gyengébbnek, lelkileg, fizikailag. A terneket gyengében bírónak, másféleket hordozónak, erőtlenetnek. Hányszor, de hányszor sodorhatná el az embert, az élet? Ezért is hiszek abban, és próbálom az életemet ennek megfelelően élni, hogy mindenki, aki egy kicsit is erősebb a másiknál, segíthet. Nem feltétlenül anyagiakkal, jó szóval,
vagy csak egy a másikat méltóan kezelő választal. Télen egy jól befűtött autóból, az ablak lehúzásával, a kéregetőt is emberként kezelő móddal. Én pusztán a szemléletemmel élek így módon, de mindazok, akik a gyermekjóléti szolgálatban dolgoztak és dolgoznak, hivatásuknak választották ezt a szemléletet, a segítségnyújtást, a gondoskodást. Olyan családok gyermekek érdekében, akiknek bármilyen módon kevesebb jutott. Abban hisznek, és azért dolgoznak ezen a területen, hogy városunkban minden arra rászoruló gyermekhez időben eljussunk, mindazokhoz, akiknek bármilyen módon, bármiben segítségre van szükségük. Minden tiszteletem, elismerésem az övék. A tanácskozáson elismeréseket is átadtak. Polgármesteri elismerő oklevelet kapott Takács Jánosné, a megyei gyermekvédelmi hatóság volt vezetője. Listár Ágnes, aki a modern hatósági gyermekvédelem kialakításáért dolgozott, és Gerő Katalina, a Székesfehérvári Családsegítő Szolgálat alapítója.